Dombováron is remélik, hogy a kormány járványügyi szigorításainak köszönhetően mihamarabb csökken a megbetegedések száma. A járásközpontban bezártak a kulturális intézmények, valamint az uszoda és sportcentrum használatában is korlátozások léptek életbe. A veszélyhelyzetben adódóan saját hatáskörömben olyan intézkedéseket próbáltam hozni, mely arányosak a kialakult helyzettel. Ebből adódóan Dombárváros területén, közterületén nem mindenhol kötelező a maszk használata. A kötelező maszk használat a buszpályaudvarra, buszmegállókra, vasúti pályaudvarra terjed ki alapvetően. Ezen túlmenően a városi piacon is kötelező a maszk használata. Közoktatási és köznevelési intézményünk 25 méteres körzetében szintén kötelező a maszk használata, hiszen a reggel és a délutáni órákban a legnagyobb torlódás ott látható, amikor a szülők hozzák, illetve viszik a gyerekeiket haza. Nagyon fontos, közművelődési intézményeink nem látogathatók. Hétfőtől a könyvtárban elkezdődik az online kölcsönzési lehetőség. Remélem, hogy sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. Úszodánk és a Szuhai Sportcentrum is korlátozottan látogatható, csak 14 órától 20 óráig. Csak és kizárólag a versenyszerűen sportolók vehetik azt igénybe. Megkértem az egyesületek vezetőit, hogy 19 óra 30-kor minden jelzést fejezzenek be, hogy a sportcentrumban dolgozó, illetve úszodában dolgozó kollégáim is szintén haza tudjanak érni 8 órára a kijárási tilalom megkezdéséig. Nagyon és csak kivételes esetben szeretnék azzal a lehetőséggel élni, hogy 8 óra után bármiféle igazást kiadnék, hogy lehessen mozogni a városban, hiszen azt gondolom 8 óráig le kell tudnunk minden olyan munkát, amelyet egyébként normális időben is be tudnánk fejezni, és normális állapotok közt is el tudnánk követni. Kutyafuttatók tekintetében nem korlátoztam, szintén igénybe lehet venni őket szájmaszk használata nélkül, és remélem, hogy ezek az intézkedések beváltják a hozzáfűzött reményeket, és el tudják viselni az emberek, és nagyon remélem, hogy ennek az eredményeképpen karácsonykor már tudunk lazítani ezeken a szigorításokon, és megkitt családi körben tudjuk önfeledten ünnepelni a karácsonyt. Ehhez kívánok mindenkinek kitartást, erőt és egészséget. A jelenlegi helyzetben talán még nagyobb jelentőségű az a hír, amely a november 11-i Magyar Közlönyben olvasható Dombovár vonatkozásában. 276 millió forint kormányzati forrásból indulhat el két nagy beruházás előkészítése, amely célok még a kampányidőszakban kerültek megfogalmazásra. Az új mentőállomás megépítése nagyon időszerű, hiszen a mentőállomáson hosszú évek óta méltatlan körülmények között dolgoznak. A szabadidő és sportcentrum igénye mögött is több megoldásra váró feladat áll. Elavult uszodai körülmények, középiskolai tornatermek. Ugyan nagyon nehéz a veszélyhelyzetben jó érekről beszámolni, de azt gondolom, hogy örüljünk egy picikét. Azok a tervek, amelyeket dédelgettünk, úgy tűnik, hogy kezdenek valóra válni. Magyar Közlönyben megjelent tájékoztató alapján miniszter úr Dombárváros tekintetében két nagy léptékű fejlesztést hagyott jóvá, illetve annak a tervezésére és előkészítési munkához összeget is rendelt. Szeretném ezek közül kiemelni elsősorban a mentőállomást, amely most már több évtizede húzódó problémát okoz a dombovári járás, illetve a kórházellátási területén. Mentőállomás tervezés és előkészítési munkára 41 millió áll rendelkezésünkre. Szintén nagyon nagy terv valósulott meg a térség és szabadidős sportcentrum tekintetében, hiszen egy országos és egyedülálló sportkomplexumot álmodtunk meg Dombováron a járás közepén. Erre 235 millió forintot kaptunk a tervezésre, előkészítési munkálatokra. Hiszem, hogy ezek a munkák el tudnak indulni a közeljövőbe, a vállalt határidőre tudjuk teljesíteni vállalásainkat, és 2021 második felében mind a két létesítmény esetében az alapkő letétel megtörténhet. Mentőállomást remélem, hogy 2022-ben át is tudjuk adni. Térségi sportcentrum tekintetében szintén vannak ilyen reményeim, de egy picit bizonytalan vagyok, hiszen ez egy nagyon nagy léptékű infrastruktúrális beruházás, de hiszem, hogyha összefogunk és úgy alakulnak a dolgaink, azt is 2022-ben át tudjuk adni, és birtokba is tudjuk venni. Remélem, hogy ezek az első lépések már Dombovár életében is olyan momentumok, amely mentén elhiszik az emberek, hogy igen, Dombovár is képes fejlődni. 18 év hányavetettsége után egy új világ indul meg Dombováron. Megpróbálunk felzárkózni a megyéhez és az országhoz is. Ebben továbbra is kérem, mint eddig is tettem mindig a dombováriak együttműködését, egy őszinte párbeszédet, és nyilván a kritikát is elfogadom, az építő jellegűt, sőt, igénylem is, hiszen akkor tudunk konstruktívan dolgozni és előre haladni, hogy ismerjük egymás véleményét.
Dombóváron tovább folytatódik a munka a város és a kistérség fejlődése érdekében. A város vezetői bizakodóak, hogy még számos hasonló eredményről számolhatnak be a közeljövőben.